Ez volt az első alkalom, hogy sajtóbeszélgetésre hívta a ceglédi tankerület igazgatója a média munkatársait. Fodor Gábor a tankerület szervezeti felépítéséről, gazdálkodásáról beszélt elsőként. Mintegy 40 székhely intézményért, 139 iskolai épületért és több mint 12 000 diák oktatásáért felelős a ceglédi tankerület. 2016-ban mintegy 500 000 000 jutott felújításra, fejlesztésre, mondta az igazgató. A jó gazdálkodásnak és a felelős gazdálkodásnak köszönhetően maradványpénzünk is lett abban az évben, tehát mi 2016 decemberéig bezárólag, azért így belután új költséges szerv indult, tehát le kellett zárnunk ezeket a költségeket, 490 millió forintot, közel 500 000 000 forintot tudtunk elkölteni karbantartásokra, beszerzésekre. Informatikai beszerzésre 142, karbantartásra 283, hangszervásárlásra 40, továbbképzésre pedig 20 millió forintot tudott költeni a ceglédi tankerület. Fodor Gábor beszélt a 2013-as és 2017-es fenntartóváltásról is. Mint mondta, fontosak a személyes találkozások az iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal. A visszajelzések alapján mostanra stabilizálódott a rendszer. Bizalmon, együttműködésen és partnerségen alapuló kapcsolat van a tankerületben és az iskolák között. Ezt a sajtóbeszélgetésen részt vett intézményvezetők is megerősítették. És ami nagyon jó, amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy azért az utóbbi másfél évben érezhető, hogy egyfelé megyünk. Tehát most már a rendszer megszilárdult, és így sokkal könnyebb az együttműködés. A sajtóbeszélgetésen több hagyományteremtő kezdeményezésről is szó esett. Mintegy 10 millió forintot költenek a továbbképzések támogatására. Igazgatói tréningeket tartanak, lesznek gálakoncertek és hangszeravató bemutatók. A Szabad Egyetem pedig zenei és tudományos programokat kínál neves előadókkal. És médiacsoport is alakult ceglédi és környékbeli diákokból. 6 stábot képeztünk ki az elmúlt fél évben. Itt a helyben volt egy 30-40 órás szerkesztés ismeretekről szóló képzés, aztán volt vágótanfolyam, szintén 40 órás, és utána pedig voltak egy médiatáborban a gyerekek, egy hetet töltöttek. A diákok a szakmai felkészítés után önállóan készítenek riportokat, tudósításokat egy-egy iskolai eseményről, illetve a tankerület rendezvényeiről. A médiacsoport tagjai közül többen már évek óta a Várkonyi Iskola Suli TV-jének alkotói. Én ugye a riporterséget csinálom, számomra az úgy felkészülni erre, de én szöveget is szoktam írni, segítek ugye ebben. Én azt is nagyon szeretem csinálni, szóval az újságírás is foglalkoztat. Valamennyi diák nagyon lelkes, Olivérhez hasonlóan Nyíri Virág is örömmel vág bele az új tanév média feladataiba. Megismerkedhetek több emberrel, ugye, és megismerhetem őket. Nagyon szeretek ugye kérdezni tőlük, hogy miket csinálnak, szóval hát így az egészet nagyon szeretem itt csinálni. A sajtóbeszélgetés mostantól rendszeres lesz, így első kézből és napra készen kaphatnak információkat az újságírók a tankerület és az iskolák életéről.